Mi kell ahhoz, hogy önbizalmad legyen? Szeretettel köszöntelek, Németh Erika vagyok, önismereti tréner. Ugye az önbizalmad, az gyakorlatilag az önmagadba vetett bizalmadat jelenti. Hogyan építhető ez? Hogyan erősíthető ez az önbizalom? Alapvetően kétféle módon lehetne erősíteni, de egyik a másik nélkül nem fog működni. Az önbizalom gyakorlatilag akkor fog teljes lenni, hogyha képes vagy magadat megismerni. Hiszen itt arról van szó, hogy magadba kell, hogy bízzál. Mindaddig nem tudod magadra rábízni magadat, amíg nem tudod, hogy ki vagy. Addig, amíg fogalmad sincs arról, hogy miben vannak a képességeid, hol vannak az erősségeid, amíg nem tudod, hogy mi mindent tudsz megtanulni, amíg nem vagy tisztában azzal, hogy váratlan helyzetekre vajon milyen reakcióid születnek meg, és miért azok, amíg nem vagy tisztában azzal, hogy a gondolataid miért születnek, és hogyan tud azokat megváltoztatni vagy felülírni, addig hogyan bízhatnál magadban? Hogyan bízhatnád rá magadat magadra kellő önismeret nélkül? Szóval alapvetően ahhoz, hogy önbizalmad legyen, nem a külső megerősítések kellenek, hanem az, hogy te magadat felfedezd. Ahogy szoktam mondani, fedezzük föl a nagy ént. És amint felfedezed a nagy ént, amint megtalálod a nagy ént, tulajdonképpen más emberekhez való hozzáállásod, a kapcsolataidban való létezésed, és a külvilághoz való hozzáállásod és működésed is jelentősebb stabilitást fog kapni. Az emberek azt hiszik egyébként, hogy az önbizalmuk megerősítéséhez mindig a környezetük visszajelzése vagy megerősítése szükséges. Fontos, nagyon-nagyon fontos a környezet megerősítése. De nem is a megerősítése az, ami leginkább fontos, hanem sajnos azt kell látni, hogy ha a környezet elvesz, vagyis szid, kritizál, leértékel, kiabál veled, szorongat, korlátoz, nem hisz benned, akkor az jelentőset árt. Tehát nem a megerősítés a legfontosabb, hanem az, hogy legalább ne rontsák a magadról alkotott képedet a környezetedben. Ugyanis az, hogy magadat mennyire tudod stabilan életképesnek tartani, hogy mennyire tudsz magadra támaszkodni, mennyire tudod magadat rábízni magadra, ez alapvetően rajtad fog múlni. De mivel az elméd, a gondolkodásod az öt fizikai érzékszervedre támaszkodik, és azzal kifelé tudsz figyelni csak, ezért alapvetően a gondolkodásmódodat, míg a magadról alkotott gondolataidat is, az öt fizikai érzékszervedre támaszkodva, a külvilág alapján alkotod meg. Tehát az alapján gondolkodik minden ego, minden emberi elme, hogy a külvilág hogyan viszonyul hozzá. Erről van is egy videóm, amiben még rajzoltam is, keresd meg, ha teheted. Valami olyasmi címe van, hogy hogyan függ össze a társfüggés és az önbizalom hiány. Most gyakorlatilag ezt a témát egészítem ki. Szóval, visszakanyarodva a mondandóm fonalához, a gondolkodó elméd a magadról való gondolkodásodat, az én képedet, amit magadról alkotsz, azt is többnyire a külvilág visszajelzéseire alapozza. Ezért valóban fontos a megerősítés, és borzasztóan tud rombolni az, amikor a külvilágból leértékelések érkeznek különböző formákban. Nagyon-nagyon fontos azonban, hogy tudd, hogy a gondolkodásodat nem csak ez teheti ki. Tehát, amikor már tudatos vagy, és rálátsz arra, hogy a gondolataid mi alapján alakulnak ki, akkor bizony a figyelmedet, vagyis a gondolkodásmódodat terelni is fogod tudni. Tehát alapvetően, ha csak az elméd magára lenne hagyatva, vagyis az elméd önállóan működne, akkor kizárólag a külvilágból jövő információkra támaszkodva alkotna rólad képet. De ha te tudod, hogy az elméd nem te vagy, és nem önállóan működik, hanem te működteted az elmédet, vagyis te gondolkodsz az elmédet használva,
akkor tudod, hogy támaszkodhatunk a külvilágra, de az még nem minden, hanem igazából magunkat kellene észrevenni a világban. Tehát magadat kellene meglátni, megfigyelni, észrevenni, megérteni. Magadat kellene megtapasztalni, felfedezni és megérteni ahhoz, hogy önmagadban bízni tudj, vagyis hogy kellő stabilitással tudj megjelenni minden élethelyzetben. Hogyan tudod magadat felfedezni, megismerni, megérteni? Először nyilvánvalóan a kifelé figyelő elme a külvilág impulzusai alapján kezdi majd a tükröket észrevenni. De azok csak tükrök. Ha egy rossz hangulatú ember alkotja a tükrödet, akkor ő neked mindig mogorva visszajelzéseket fog adni. Mindig kritizálni fog. És azt fogod elhinni, hogy te nem vagy elég jó. De valójában csak a tükör homályos. Ha egy olyan emberrel kerülsz kapcsolatba, aki ő maga befogadó, elfogadó, vidám és stabil, akkor ő meg fogja neked engedni még azt is, hogy hibáz, és akkor is szeretni fog. Az ő tükrében te egészen jónak fogsz tűnni. De te ugyanaz az ember vagy, akkor is, ha belenézel egy kritikus tükrébe, és akkor sem változtál, ha egy boldog ember tükrébe nézel bele. Te ugyanaz vagy. Mégis, ha az előbbire támaszkodsz, leértékeled majd magad, és kevésnek hiszed magad. Ha az utóbbira figyelsz, akkor pedig elkezded majd magadban látni a lehetőségeket. Ha elég bölcs vagy, és tudod, hogy ez csak az elméd szűrője, nem te vagy az elméd, hanem te az vagy, aki ezt az elmét használod, akkor fogod látni, hogy a külvilág visszajelzései valójában nem rólam szólnak, hanem a külvilágról. Én csak megmutatkozom az ő tükrükben. Ami igazából rólam szól, vagy rólad szól, az az, ahogyan te magad megélsz dolgokat. Ahogyan egy élményben jelen vagy. Amilyen képességeiddel vagy ott. Amilyen erősségeid vannak. Amilyen ötleteid vannak. Te az vagy, amit szeretsz. Ami neked örömöt ad. Te az vagy, amibe bele tudod magadat úgy helyezni, hogy ott gyakorlatilag önfelett és szabad lehess. Ez a te valódi éned. Ezt kellene megfigyelned. Azt kellene valójában tehát megfigyelned, hogy hogyan veszel részt bizonyos folyamatokban. Mi az, ami kidomborodik belőled, milyen erőket érzel magadban, milyen képességeidbe tudsz belekapaszkodni, milyen erősségeidre támaszkodva tudsz egy-egy helyzetet megoldani. Hol vannak benned a megoldások, a lehetőségek? Hol van benned a megértés, a megfigyelés, a tanulási készség, a változásra való készség? Mert te valójában ezek vagy. Minden vagy, amire képes vagy, amit szeretsz, és amit meg tudsz élni örömmel. Te ez vagy. Ezeket kellene megfigyelned és megélned magadban, ezek alapján tudnád magadat úgy felfedezni, hogy hosszas felfedezési munka után egyszerűen meg tud élni magadat. Bizonyossággal meg tud élni azt, hogy rá tudom magamat bízni magamra. Ehhez tehát bele kell rakjad magad helyzetekben, ahol megfigyelheted magadban ezeket a kérdéseket. Figyeld magad, gyűjts sikerélményeket, örömforrásokat, menj bele helyzetekben, de ne a külvilágodra fókuszálj, hanem mindig közben önmagadra. Remélem, hogy néhány hét múltán másképp fogsz tekinteni önmagadra. Lehetőségként és megoldásként fogod magadat megélni a lehető legtöbb szituációban. Így legyen. Ha szeretnél magadról további felfedezésekre jutni, akkor tarts velem, velünk élőben is, szeretettel látunk önismereti kurzusainkon Gáborral közösen. Ha pedig szeretnél önmagadról otthon kényelmesen felismerésekre jutni, akkor szerezd be önismereti könyveinket. Ha pedig kérdésed merülne föl ezzel a videóval kapcsolatban, vagy véleményed van, vagy valamivel nem értesz egyet, de úgy érzed, hogy azért érdemes leírnod nekünk a nem értésedet, hogy tágítani tudjuk egymás nézőpontját, akkor nyugodtan tedd meg hozzám az erika@tunderszív.hu e-mail címen, Gáborhoz pedig a gabor@tudatkötőjel.om.hu címen tudsz kapcsolódni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Kívánok sok sikert, jó egészséget, jó sok pénzt, szeretetet, szerelmet, boldog párkapcsolatot, rengeteg önbizalmat, és mindent, amit magadnak kívánnál még.